Menesztenék. Az igazságügyi miniszter leváltását kérik, miután a tárca vezető luxuscikknek minősítette az emberi jogokat. Nacionalizmus. Még beszélni sem szabad a gyulafehérvári Batthyáneum helyzetének rendezéséről egyes hunatyák szerint. 5 euró. Ennyibe kerül átlagosan egy ledolgozott óra a hazai munkaadónak. Az európai átlag 25 euró. Köszöntöm Önöket, az RB Magyar Televízió híradóját látják. Ráluká Bruna leváltását célozza az az egyszerű indítvány, amelyről holnap szavaz a képviselőház plénuma. Az igazságügyminiszter menesztését az RMDS és az ALD terjesztette a parlament elé. Bruna azzal váltotta ki a kezdeményezők nem tetszését, hogy luxus cikknek nevezte az emberi jogokat. Csupán néhány hónapja jelenlétében vitatták meg hétfőn a képviselőházban az egyszerű indítvány szövegét. Ráluká Bruna annak a kormányrendeletnek a kapcsán fogalmazta meg álláspontját, amely a telefonos lehallgatások módszerét szabályozza. Miután az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek ítélte meg, hogy ezeket a román hírszerző szolgálat végezze a korrupció ellenes ügyészség felkérésére, az igazságügyi miniszter azt mondta, amennyiben nem tudják biztosítani hozzá a biztonságos környezetet, az emberi jogok luxuscikknek minősülnek. Az RMDS szerint, amelynek képviselői aláírták az indítványt, ez elfogadhatatlan. Nem állíthatja senki azt, hogy az emberi jogok egy luxus Romániában, nem kell betartani, nem kell odafigyelni, és nem kell érte harcolni. Hogyha mindez megszűnne, akkor Románia demokráciát alakulna egy diktatúra fele, a jogállam nem létezne, és gondoljunk vissza, mi volt 89 előtt, amikor mindenkit csak elvihettek, mindenkit csak lehallgattak, vagy mindenkit csak meghurcolhattak. Álláspontját védő beszédében Ráluká Bruna úgy vélte, az idézett minősítést kiragadták a szövegkörnyezetből. Úgy fogalmazott, a kollektív tragédia a párizsi és brüsszeli merényletek áldozatainak mind jogaik voltak, de az állam nem tudta biztosítani ezeket. A közelmúlt eseményei is azt mutatják, hogy a törvényt alkalmazni kell, kivételek és habozás nélkül egyenlő módon. A jogok biztosítása minden egyes állampolgár számára csak is ebben az esetben lépi túl valós módon az elmélet és a nyilatkozatok szintjét. Ez a kijelentésemnek az egyetlen konkrét magyarázata, és ezt továbbra is fenntartom. Az egyszerű indítvány elfogadásáról vagy visszautasításáról szerdán szavaz a képviselőház. Esetleges megszavazása nem jár közvetlen jogi következményekkel, azonban a kormányfő menesztheti az elmarasztalt minisztert. Az idén is külön hirdeti meg a Bukaresti Rendőr Akadémia a magyar nemzetiségűeknek fenntartott helyeket. 5 helyet biztosítanak a magyar jelentkezőknek a rendőrtiszti szakon, 2-2-t a határőr és csendőrtiszti, illetve a levéltáros képzésen. Ezen kívül a magyarok az összevont nemzetiségi 17 altiszti képzést biztosító helyre jelentkezhetnek, a kömpinai és a kolozsvári altisztképzőbe, illetve a nagyváradi határőr képzőbe. A kormány az RMDS javaslatára 2010-ben fogadott el határozatot a nemzeti kisebbségeknek fenntartott helyek biztosításáról a tiszt és altisztképzésben. Jelentkezési kritérium a román nyelv ismerete, romániai állandó lakhely, büntetlen előélet és kifogástalan egészségügyi állapot. Még a gyulafehérvári római katolikus érsekség iránt tett legkisebb gesztus is nacionalista hisztériát gerjeszt egyes parlamenti képviselőkben. Így történt ez a liberálisok egyik honatyájával is, aki csupán azért kérte Vlad Alexandrescu művelődési miniszter lemondását, mert a tárcavezető beszélgetést kezdeményezett Jakubinyi György érsekkel a leromlott állagú gyulafehérvári Batthyáneum ügyében. A Batthyáneumot egy 1998-as kormányhatározat értelmében kell visszaszolgáltassa az állam a katolikus érsekségnek, ezt azonban azóta sem hajtották végre, a jogvita pedig évek óta zajlik. Az ingatlan tulajdonjogának tisztázatlansága miatt senki nem tud anyagi forrásokat fordítani az állag megőrzésre. Vlad Alexandrescu pontosan erről a kérdésről beszélgetett Jakubinyi érsekkel. Komáromi Attila jogtanácsos azonban elárulta, írásos ajánlatot nem kaptak a művelődésügyi minisztertől. Az év folyamán született egy határozat a visszaszolgáltató bizottságnak, amiben elutasította a Batthyáneumnak, a Batthyáneum könyvtár és csillagvizsgálónak a visszaszolgáltatását. Az érsekség természetesen ezt megtámadta a közigazgatási bíróságnál, és amennyiben van egy megkeresés,
egy hivatalos megkeresés valamelyik állami intézmény részéről, hogy tárgyaljunk, vagy keressünk egy kompromisszumos megoldást, akkor nyilván párhuzamosan arról is fogunk tárgyalni. A Batyaneum jelentőségéről Tamási Zsolt egyháztörténész beszélt híradónknak, kiemelte, a gyűjtemény értéke gyakorlatilag felbecsülhetetlen, hisz egyedi ritkaságokat tartalmaz. A legismertebb a Codex Aureus, a híres aranykódex, de ugyanakkor itt állt a gyulafehérvári kódex, amelyet tartalmaz a gyulafehérvári sorokat, az első magyar nyelvemlékünket. Itt álltok a láncos könyvek, és a könyv állagát kutató szakértők szerint, például Szent Iványi szerint is az egyik legnagyobb számban itt találhatóak ősnyomtatványok, illetve ezek közül is az unikum példányok. Tamási elmondta, a második bécsi döntésig nem volt kérdéses a püspökség tulajdonjoga, hisz a végrendelet jogi értelmezését az adott korhoz kell igazítani. A kommunista hatalomnak azonban jól jött az, hogy félre magyarázhatja a végakarat szövegét, Erdély népét összemosva a román állammal. Ezt a jogi csűrcsavart vette át a mai nacionalista retorika is. Rendkívül olcsó a hazai munkaerő. Egy ledolgozott óra átlagban 5 eurójába kerül egy munkaadónak, ez pedig 5-ször kevesebb, mint az európai átlag. Európában a legolcsóbb a bolgár munkaerő, ahol az órabér alig haladja meg a 4 eurót, de a sereghajtók között a második helyen Románia áll. Az országban egy munkaadó átlagosan 5 eurót fizet egy ledolgozott óra után, csak hogy ennek alig fele kerül az alkalmazott zsebébe, a munkaadó ugyanis minden alkalmazott után közel 23%-os adót kell kifizessen, de az is adózik, aki munkát vállal, magyarázza a híradónk által megkérdezett könyvelő. Szintén fizet adókat, ami körülbelül 32%-ot tesz ki, tehát hogyha ezt is levonjuk a bruttó bérből, akkor marad 2,73 euró per óra, amit kézbe kap a munkavállaló. Ezt, hogyha megszorozzuk átlag 168 órával, akkor azt jelenti, hogy a munkavállaló kézbe fog kapni körülbelül 2066 lejt, viszont ez a munkáltatónak 3780 lejbe került összesen. Kíváncsiak voltunk, hogy a megmaradt pénzből mire futja. Az adók és illetékek kifizetése után egy romániai lakos egy ledolgozott óra után átlagban 12 lej 30 banival marad a zsebben. Ebből egy kenyeret, egy liter olajat, egy kilogramm lisztet és egy kilogramm száraz tésztát lehet megvásárolni. Ezzel szemben a dánok például, akiknek az átlag óra bérük a legnagyobb Európában, ennek 8-szorosát tudnak megvásárolni egy ledolgozott óra után. A dánok után a belgák és a svédek keresnek a legjobban Európában, az Eurostat felmérése alapján az uniós átlag órabér 25 euró. Kibújtak az adófizetés alól, több mint 200 ezer offshore cég adatai szivárogtak ki egy panamai ügyvédi irodától, az úgynevezett Panama aktákból világméretű botrány lett. Az 1977 és 2015 között alapított vállalkozásokról szóló anyagokat 76 ország csaknem 400 újságírója elemezte, vezető politikusok, hírességek, színészek és sportolók is célkeresztbe kerültek. A kiszivárogtatott több mint 11 millió dokumentumból az derül ki, hogy ezek a személyek illegálisan megszerzett hatalmas vagyonokat rejtettek el a pénzügyi hatóságok elől, úgynevezett offshore cégeken keresztül. Az offshore vállalatokat jellemzően adóparadicsomokban jegyzik be. Ezekben az adóparadicsomokban pedig ezek a vállalatok a külföldön termelt jövedelmeik után nem adóznak. A kiszivárgott adatbázisból a globális pénzügyi rendszeren belül a pénzek törvénytelen mozgására is fény derült. Arról, hogy miként játszhatták ki az adófizetési kötelezettséget, Bakos Leventét kérdeztük. Magyarán az egy legyártott terméket átadjuk az offshore cégnek, az meg eladja a nagykereskedőnek 5 leért, és mindenki végül 5 leért ár, tehát mindig eljut a fogyasztó, mindenhol 5 leért. Tehát valaki 5 leért vesz valamit, és 5 leért adja tovább, semmiféle profitja nincs, tehát nem kell adóznia. Magyarán az 5 leért és az egy leért közötti különbség az valahol egy idegen országban más helyen keletkezik. A megmaradt összeg pedig a pénzügyi hatóságokat kikerülve visszajut a cég tulajdonosának a zsebébe. A panamai iroda az egyik legnagyobb offshore pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalat a világon. A szervezett bűnözés elleni román ügyészség elemzi a panamai offshore botrány nyomán nyilvánosságra került információkat és adatokat, ezt Daniel Horodnicsánuk főügyész jelentette be, miután a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárgott hírek szerint 100 hazai személy is érintett az offshore botrányban. A Rise Project oknyomozó újságíró csoport csak fokozatosan hozza majd nyilvánosságra a neveket. A média eddig a Verespataki bányaprojekt kezdeményezőjét, Frank Timist, valamint a foci
taxiban utazó Krisztián Borcsa és Konstantin Jákob üzletembereket nevesítette. Vannak olyan tulajdonosi társulások Marosvásárhelyen, amelyek idén egyáltalán nem fizettek a vízszolgáltatónak, éppen ezért az Aquaservice drasztikus lépésre készül, holnaptól felfüggesztheti a vízszolgáltatást, a vízelzárás azonban nem csak a rosszul fizetőket érintheti. A konyhai csapból engedi a vizet ez a nyugdíjas hölgy, hogy meglocsolhassa a tömbháza melletti virágokat. Arcát nem vállalta, de elmondta. Felháborítónak tartja, hogy ő is víz nélkül maradhat. A vízzel az a helyzet, hogy nem fizet mindenki rendesen. Főleg van két család, amelyik abszolút nem fizet egy hónapban se, ha a kicsi kifizeti valamit belőle, de nagyon fel van gyűlve, és nem fizetik rendesen. És amelyik fizeti, az szenved. Na, én is úgy fizetem abba a kicsi nyugdíjba, még nincs 600 lejem, de kifizetem mindig, soha nem is maradtam el. Ha a lakók nem fizetnek, a lakószövetség sem tud időben törleszteni a vízszolgáltatónak, amely kénytelen elzárni a csapukat, egészen addig, amíg nem fizeti ki az elmaradásokat. Az Aquaserv vállalat 4 lakószövetséget figyelmeztetett nyilvánosan arról, hogy április 6-ától felfüggeszti az ivóvízszolgáltatást, mert ezek a lakószövetségek tartoznak az Aquaservnek, és főként azért, mert írásban is felszólítottuk őket, és semmit nem tettek azért, hogy törlesszék az adósságot. A nyilvános felszólítás következtében 2 lakószövetség fizetett, így jelen pillanatban 2 lakószövetséget fenyeget a veszély, hogy víz nélkül maradjon. A vizet csak azokban a tömbházakban zárják el, ahol a legnagyobb a tartozás. Jelenleg 3 tömbház érintett, a lakók közel 60 ezer lejes tartozást halmoztak fel. Amint ezek a korábbi felvételek is bizonyítják, Marosvásárhelyen az elmúlt években többször volt már példa arra, hogy elzárták az ivóvizet az adós tömbházaknál. Nagyobb teret engednek a tanároknak, ígéri a tanügyminiszter. Részletek a folytatásban. Gyerekközpontú. Közvitára bocsátották az új kerettantervet, amelyben a hangsúly a pedagógia felé tolódik. Fejlesztenek, májustól új trolik, jövőtől pedig elektromos autóbuszok váltják a régi közszállítási eszközöket Kolozsváron. Jelentős újdonságokkal szolgál az 5-8 osztályok új kerettanterve, amelyet a tanügyminisztérium ma bocsátott közvitára. Az elképzelés szerint a tananyag 75%-át a tankönyvek fedik le, a hangsúly pedig a pedagógia felé tolódik el. Nagyobb teret engednek a tanároknak, akik így az idő egynegyedét saját belátásuk szerint használhatják fel, mondta Adrián Kurás tanügyminiszter a kerettantervet bemutató mai sajtótájékoztatóján. További újdonság, hogy a 8 kompetencia között, amelyeknek a birtokában kell lennie minden 8-ot végzett diáknak, ott találhatók az informatikai ismeretek is. A technológiai oktatásnak gyakorlati komponense is lesz. A szociális ismeretek teljesen új rendszerét oktatják majd. A szociális nevelés egy egész sor tantárgyat vezet be az 5-től a 8. osztályig. Az 5. osztályban kritikus gondolkodás és a gyerekek jogai, a 6. tolerancia és interkulturális nevelés, a 7. jogi, demokratikus állampolgári ismeretek, 8. gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek. Marad a tantervben a latin nyelv is, a római kultúra tantárgy részeként. Figyelmet fordítanak továbbá a pályaválasztói tanácsadásra, illetve a tanügyi káderek folyamatos továbbképzésére, tette hozzá a tanügyminiszter. 50 diák 3500 lucfenyő csemetét ültetett el Gyergyócsomafalva határában az erdészeti szakemberek irányításával. Az eseményt egy országos rekordkísérlet részeként szervezték. Az akcióhoz a Gyergyócsomafalvi közbirtokosság is csatlakozott. Az ültetés során a gyerekek számos dolgot megtudhattak a fenyők fejlődéséről, a csemeték neveléséről és az erdőgazdálkodási elvekről. Így például azt is, hogy 3 éves gondozás után fejlődik oda a lucfenyő csemete, hogy kiültethető legyen. A kísérő szakemberekkel együtt a rendezvényen 80-nál több személy vett részt. Gyarapszik a kolozsvári közszállítási vállalat gépjármű parkja, májustól új trolik fognak közlekedni a Kincsesvárosban, jövő év elején pedig az első elektromos buszok is forgalomba kerülnek.
Várhatóan jövőre eltűnnek a kolozsvári utcákról ezek az öreg trolibuszok. Május közepétől fokozatosan újak veszik át a helyüket. 2017-ben már csak új generációs tömegközlekedési járművek lesznek az utakon, mondta el híradónknak Livio Nelga, a kolozsvári közszállítási vállalat vezetője. A trolibuszok megvásárlására vonatkozó szerződést 2017. januárjáig véglegesítjük. Reméljük, hogy 10-12 új troli már idéntől közlekedhet. Az elektromos autóbuszokra vonatkozó licit is jól halad, ezek a járművek is kényelmesek lesznek, akárcsak a többi új autóbusz. Alacsony lesz a padlózatuk, lesz kerekesszékes feljáró, utasszámláló rendszer, számítógép vezérlés, illetve belső és külső kamera. A tömegközlekedési gépjárműpark felújításába évek óta folyamatosan fordítanak a város és a közszállítási vállalat költségvetéséből. 2012. májusában új villamosok, tavaly januártól pedig új buszok kerültek forgalomba Kolozsváron. 50 évvel ezelőtt alapították a Blightswood Kér karitatív szervezetet, és éppen 20 éve annak, hogy a Kolozs megyei Százfenesen is helyi központot nyitottak. A civil alapítvány hátrányos helyzetű személyeken segít, de egy otthont is működtet fiatal, felnőtt fiúk számára. A rendszerváltás után csak segélycsomagokat hozott Romániába a Blightswood, majd itt is megalakult a fiók szervezete. Százfenes mellett a Temes megyei Zsombolyán működik egy központjuk. Kisgyerekes családokon, de idős személyeken is rendszeresen segítenek különböző adománycsomagokkal, és egy használt ruhakereskedést is működtetnek. Legnagyobb projektjük azonban a Dániel központ, ahol 18 és 26 év közötti nevelő otthonból kikerült fiúk laknak. Egyik nagyon fontos szempont, hogy motivált legyen a fiatal, hogy akarjon idejönni, ne élje meg kényszernek, és ne élje meg úgy, hogy neki most muszáj itt lakni, mert amennyiben ez egy kényszer helyzet, akkor nem hajlandó együttműködni, és nem is látszanak rajta a fejlődés jelei. Tehát ez az egyik, hogy motivált, másfelől, hogy legyen egy bizonyos potenciál benne ahhoz, hogy fejlődni tudjon. A Dániel központ már 15 éve működik, ez idő alatt körülbelül 100 fiatalon segítettek. A Blightswood munkatársainak statisztikái szerint a programban résztvevő fiatalok 65%-a sikeresen felzárkózott. Eltartja magát, megtalálta a helyét a társadalomban, konkrét célokat tűzve ki maga elé. Szerettem volna egy munkahelyet, de nem tudtam kifizetni az albérletet. De nem is igen boldogultam volna el az albérletben. Itt a központban tanultam meg ugyanis főzni, és azt, hogy miként lehet előkészíteni az ételt, hogy amikor hazajövök a munkából, akkor legyen, amit ennem. Most itt Százfenesen egy pékségben dolgozom. Azt szeretném, ha foci edző lenne belőlem, és már utána is néztem annak, hogy miként érhetem el a célom. A központ munkatársai azon dolgoznak, hogy a fiatalok legyőzzék azokat a hátrányokat, amelyekkel kénytelenek elindulni az életben. Vannak, akik próbálkoznak a nagyvilágba, kintlakásba laknak, a barátokkal összeköltöznek, és utána ráébrednek, hogy nem megy egyedül. És akkor eljönnek ide, és hát előről kezdjük az egészet. Az alapítvány azután is figyelemmel kíséri a fiúk sorsát, miután kikerültek a Dániel központból. A Blightswoodról és a Dániel központról többet is megtudhatnak a ma este 8 órakor kezdődő Metszet című műsorunkban. Kikaptak a román pólósok a magyaroktól? Sporthíreink következnek. Győzelemmel kezdte a 18 éven aluliak ifjúsági világbajnokságát a romániai jégkorong válogatott. A Kornél Kirica, Gál Sándor és Kovács László által felkészített csapat 8-1-re győzött Hollandia ellen. Rokai Szilárd háromszor, Sándor Zoltán kétszer volt eredményes, Eduard Kasanianu, Andrei Haraga és Vasilij Andrei pedig egy-egy gólt ütöttek. A mérkőzés legjobbjának Adorján Őrs kapust választották. Románia következő ellenfele Litvánia lesz. A magyar férfi vízilabda válogatott 12-8-ra nyert Románia ellen a Trieste olimpiai selejtező torna harmadik fordulójában. Benedek Tibor együttese nem kellett megszenvedjen a győzelemért, de a Kanada elleni döntetlen után kötelező volt a győzelem. Szerdán egyébként Oroszország lesz majd a magyarok ellenfele. A magyarországi Bonyhádon versenyeztek a Tusnád Cycling Team kerékpárosai a 23 éven aluli korosztályban arany és ezüst, a gyerekeknél két bronzérem volt a mérleg, míg a felnőtteknél Novák Károly Eduárd a negyedik lett.
Horvátország után egy magyarországi versennyel hangoltak az új idényre a csíkszeredai Tusnád Cycling Team kerékpárosai. Emil Dimá igazolta az utóbbi időben mutatott remek teljesítményét és diadalmaskodott az U23-as korosztályban. Andrej Barbu másodikként ért célba. A felnőttek között Novák Károly Eduard egy 80 kilométeres szökést követően a negyedik helyen ért célba. Nagyon jól ment a verseny. Egy új protézist gyártottunk most, és ez egy teljesen más rendszerű, egy szilikon tokkal, vákumrendszerrel jobban ki tudom használni az egész protézis, mint a régi modell. Tudok húzni is vele, úgyhogy nagyon örvendek ennek a lábnak, mert szükség lesz az olimpiára. Hozzátette, arra is büszke, hogy a gyerekek egyre jobbak. Novák Edvárd az egyéni időfutamon a harmadik helyen zárt, az országúti viadalon pedig Szekeres Árpád állhatott dobogóra. Ez volt a híradó, most pedig mutatjuk a szerdai időjárás részleteit. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a székely síparadicsom.